Többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon az elmúlt 20 esztendőben. Albert Camus, francia Nobel-díjas írót idézte beszédében Tóth Bence történész Bonyhádon, a kommunizmus áldozatainak emléknapján. Az író úgy tekintett a magyar nemzetre, mint aki példát mutathat a többi Európai Uniós országnak a szabadság kivívásában. Tolna megye több városában is megemlékeztek a kommunista diktatúrák áldozataira. Kovács Bélát, az akkori független kisgazdapárt főtitkárát 1947. február 25-én a kommunistákkal szembeni kiállása miatt letartóztatták és a Szovjetunióba vitték. Ezért ez a nap 2000 óta a kommunizmus áldozatainak emléknapja. Ilyen körülmények között is próbálták azért megélni a hitüket, a nemzet szeretetüket, minden módon afelé igyekeztek. Természetesen ugye voltak itt is kivételek, akik, hogy ugye a szabadságot ismét elhozzák a nemzetnek, és ugyanez egy jó 40 éves küzdelem volt, de ennek ellenére végül is sikeres lett. Dombóváron is megemlékeztek a kommunista diktatúra halálos áldozatairól, akiknek számát világviszonylatban 100 millióra becsülik. Ennyien vesztették életüket éhínségben, kényszermunkában vagy kegyetlen kivégzés során. Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár elmondta, azonban jóval többre tehető azoknak a száma, akiket a diktatúra hétköznapi valósága testileg és lelkileg megnyomorított. Sajnos ezt a térséget, Magyarországot, a Kárpát-medencét, illetve Közép- és Kelet-Európát alaposan érintette ez a diktatúra, és amikor erről beszélünk, akkor kb. 1 millió közép-európai áldozatról és világszerte kb. 100 millió áldozatról beszélhetünk. A rendezvény végén koszorúkat helyeztek el az önkormányzatok és civil szervezetek képviselői, majd mécses gyújtottak az 56-os emlékmű előtt,